Kedves nézőink, nem régiben vette kezdetét itt Magyarországon a Szent Janka év. Ezzel kapcsolatban beszélgetek most Holosi Tiborral, a Szent Janka imakör vezetőjével. Isten hozta, szép öreget kívánok! Üdvözlöm én is a nézőket! Nagy szeretettel várom a kérdéseket. És Szent Janka személy, ugye Szent Gianna Molnáról beszélünk. Itt talán ismertebb. Ismertebb, így van. De ugye mégiscsak egy olyan szentről beszélünk, egy 20. századi szentről, aki, ha jól tudom, akkor 30 néhány éves korában 40 évesen egész konkrétan. És ugye hát az életvédő, a magzatoknak ugye nagy pártfogója, nagy szentje. Talán picit beszéljünk magáról a szentről, hogy mit kell róla, mit érdemes róla tudni. Hát tulajdonképpen azt lehet róla tudni, hogy 1922-ben születik meg Olaszországban, Magentában, és 1962-ben hozza meg az életáldozatát. 1962. április 28-án hunyt el, aki ez a mennyei születésnapja. Szentként. Orvosnő volt alapvetően, tehát orvos egyetemet végzett, először sebészorvosi diplomát, majd a későbbiekben gyermekorvosként dolgozott. A betegei nagyon szerették, mert egy odaadó orvosnő volt, aki tényleg az életét tette fel a betegekre. Bárkit, akinek tudott, segített, gyógyított, akár ingyen felírt orvosságokat, ingyen fogadott betegeket. Ezen kívül pedig egy nagyon boldog házasságban élt, egy 4 gyerekes anyukáról van szó, akinek a férje gyárigazgató volt, és hogyha a katolikusságáról beszélünk, akkor mindenképpen el kell mondani, hogy a rózsafűzér egyik nagy imádkozója, Szűzanya nagy tisztelője, illetve a gondviselésben vetett hite mellett kiemelném azt is, hogy napi szentáldozó volt. Tehát ő nagyon sokat járt szentmisére. És tulajdonképpen az életáldozat, amiről ő leginkább ismert, hogy amikor ő neki felfedeztek egy daganatot a méhében, ő úgy döntött, hogy lehetett volna egy ilyen opció is, hogy elvetetik a gyereket, és akkor ő életben marad. Ő nem ezt választotta, hanem a kockázatosabb műtétet választotta. Vegyék ki a daganatot, és ő szeretné életben tartani a gyermekét, szeretné őt megszülni. Ez lett a negyedik gyereke, Gianna Emanuelának hívják, ma is él Olaszországban, és kapcsolatban vagy vele az imakör is. És tulajdonképpen az életáldozat igazából megkoronázta az ő életét. Igen. Tehát az ő élet nem véletlenül hozott meg egy ilyen életáldozatot, hogy ezt a nagy dolgot felajánlja Jézusnak. Azon kívül pedig tulajdonképpen ez a korban is egy példamutató dolog volt. Ne felejtsük el, hogy a 60-as években járunk. 60-61 környékén jelenik meg a fogamzásgátló tabletta. Akkor kezd el szabados lenni a világ. Szabad szerelem, mindenkivel, lehet nincsenek együtt korlátok. Lenni, nincsenek korlátok, igen. És a Jóisten hoz egy ilyen életpéldát, mint Szent Gianna vagy Janka, aki az élet mellett dönt. És a tiszta szerelmet is ugyanakkor felmutatja, csak idéznék egy dolgot a Szent Janka imafüzetből, hogy mit ír a férjének. Kedves Pietro, szeretnélek valóban boldoggá tenni, és olyan feleséged lenni, akit elképzeltél magadnak. Megértő és kész azokra az áldozatokra, amelyeket az élet megkíván. Szeretnék veled igazi keresztény családot alkotni. Igen. Hát akkor óriási példaképünk lehet, azt gondolom. Hát úgy vélem én is. Bár ismeretlen szentnek tűnik, azt azért el kell mondani, hogy ez Magyarországon igaz, hogy ismeretlen szent. A világban rengeteg intézmény van róla elnevezve, kórházak, családsegítőközpontok, iskolák, templomok. Tehát ő ismerte Brazíliától Lengyelországig hat az ő lelkisége, nyilvánvalóan az országban a legismertebb, de az Amerikai Egyesült Államokban is vannak erre példák. Hát Magyarországon egyelőre csak relatíve a Szent Janka imakör, ami igazándiból nevét viseli, illetve a tisztelete leginkább a Debreceni Egyházi Egyház, mert Budapest mellett elterjedt egyenlőre. Reméljük, igen, hogy ez majd terjedni fog a későbbiekben. Ugye a Szent II. János pápa intézet ugye ki is adott egy könyvet, ez a Szerelmes Levelek. Így van. És ha jól tudom, akkor ez pont Pietro és Szent Janka közötti, igen, levélcserébe, szerelmes levelekből tették össze. Igen, ezeket a leveleket, ezt valóban János Pál, de nálunk is magyarul lehet olvasni, mert hogy a debreceni domonkosok a II. János Pál intézeten keresztül ezt megjelentették, ezt a könyvet. Tehát, hogy elvileg ez a könyv kapható, megrendelhető, és ebből egy igazi keresztény szerelmes pár hitvallása bontakozik ki ezekből a levelekből. Tehát egy olyan életpélda, ami akár a mai fiatalok előtt is követendő lehet, vagy akár bármelyik keresztény házas pár, ha felüti ezt a könyvet, akkor inspirációt kaptat, és hogyan kell megélni igazándiból egy keresztény házasságot. Igen. És Szent Janka, azért érdemes megemlíteni, hogy ugye ő nem konkrétan magában a szülésben halt bele, hanem a, igen, szövődményekbe. Igen. Ha jól tudom, akkor ugye néhány hónapra rá ugye felszakadta a seb, és tulajdonképpen néhány
napon belül ugye a fertőzésben magában. Fertőző, ugye, hogy hashártya gyulladásban halt bele igazándiból. Ez akkor gyógyíthatatlan volt. Tehát ezt, de az élet áldozat azért hozzátart, ő ezt tudta. Tehát ő úgy mondott igent Isten akaratára ebben a formában, hogy tökéletesen jó hozta meg a döntését. Ugye lehet itt mindent mondani, hogy miért hozott egy ilyet, szintén idéznék tőle. Ezt a férjének mondta, amikor tényleg ott a krízis előtt voltak, ha dönteni kell köztem is a gyermek között, ne hezitálj, válaszd a gyermeket, mentsd meg őt. Tehát nagyon neki megértelműen. Ő a döntését igazából furcsa talán egy szent, hogy nem a mennyországért hozta, ő anyaként hozta meg a döntését, hogy ő anyaként nem tud más dönteni, mint a gyermek mellett. Igen. Kiállást. Tulajdonképpen itt nem is egy döntés volt, hanem egy meggyőződés. Mert hogy ugye mostanában úgy beszélünk erre, hogy vannak a pro-life, mint az életvédők, igen, és vannak ugye a pro-choice, akik pedig az abortuszt támogatják. Igen. De érdekes hallani egy-két életvédőtől azt, hogy hát ez itt nem egy döntés. Ez nincsen döntés. Ez egy nyilván a gyerekre való igentmondás, az már ugye megszületik a házasságkötéskor. Igen, tehát ez egy folyamat, egy megkoronázása egy hiteles keresztény életnek, én úgy vélem. Tehát ő talán mondhatjuk nagy szavakkal, hogy nem is igazán dönthetett volna másképpen. Igen. A férje pedig támogatta ebben, tehát félre ne értsük ezt a dolgot, tehát nem arról volt szó, hogy Pietro most akkor elzárkózott volna ettől a döntéstől, hogy úristen, rám szakad 4 gyerek, mi lesz velem. Tehát ő ebben folyamatosan támogatta, egy igazi keresztény házaspár voltak. Nagyon is jól tudta, hogy akkor mi is az Anya Szent Egyháznak. Pontosan tudta, így van. Mi a tanítása? Szent Janka egyik, a domonkosok nagyon szépen a honlapjukon így összeszedték Szent Jankával kapcsolatban, hogy mi az ő egyfajta lelkiségét. 6 pontot sorolnak fel, és az egyik ez, hogy mindenképpen ragaszkodni Isten akaratához, bűnt soha el nem követni. Ne felejtsük el, hogy az abortusz azért az bűn, és ezt Szent Janka nem vállalhatta be. Igen. Hogy ő bűnt követel. Ő úgy érzi, még akkor is, hogyha ő megmenekül. De nem, neki fontosabb volt Isten törvényéhez való ragaszkodás. De ő nem, de hát most Isten törvényéhez való ragaszkodást mondtam, de Szent Jankát azért egy kicsit árnyalnám ezt a képet, mert nem egy rigorózus szent. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy ő mereven ragaszkodik törvényekhez, hogy így kell, a katolikus egyház azt mondja, hogy így kell én legyek én anya, így legyek orvos, így legyek feleség, így hozzak meg egy döntést. A Isten törvénye mellett. Nem. Ő egy teljesen élhető mai szent. Egy olyan valaki, aki sportol, hegyeket mászik, nagyon szeret zongorázni, koncertekre jár, színházba jár, hegyeket mászik, azt már mondtam. Tehát rengeteg olyan sokoldalú valaki. Igen. És egy életvidám személyiség, hogy megismernék szembe jönni az utcán, egy kellemes valaki lenne. És nem gondolnánk, hogy egy ekkora életáldozatot is meg tud hozni egy ilyen ember is. Tehát egy hétköznapi szent, tulajdonképpen bennem ez ragadott meg engem benne igazándiból, hogy egy hétköznapi bárki által követhető szent. Tehát nem egy isteni magasságukban lévő középkori szentről beszélünk, akit ugye megnézzük, és igen, követni kell, de nagyon nehéz. Hát Szent Jankát nem nehéz követni. Igen. És milyen gyönyörű, hogy a szenti avatásakor ott volt a férje, és a lánya is, aki hát az egész életét annak szenteli, hogy nem azért egy ilyen önző szempontból, hogy hát nézzétek, ő az én édesanyám, hanem mert hogy az ima meghallgatások annyira azt mutatják, hogy tényleg egy szent életű nőről van szó, hogy hát terjeszteni kell szerte a világba. Így van, úgy vélem, hogy Magyarországon is erre szükség van. Hát nyilvánvalóan nagy csodák már voltak az ő közbenjárására, gondoljunk talán azért, hogy a szentély avatásához vezető csodára, amit én felidéznék, hogy egy magzatnak a 15. hétben elfolyik a magzatvíz. És ott van a magzat, és akkor hát ugye meg fog halni, és hát imádkoznak Szent Jankáért. És magzatvíz nélkül ott van benne az anyaméjében egy gyerek, és egészségesen megszületik. Ez nagy dolog, és ez tényleg egy közbenjáró szent, akiért lehet imádkozni. Imák vannak ebben a Szent Janka imafüzetben, amik hát itt nálunk Nyíregyházán adjuk ingyen bárkinek, aki kéri, tehát ez nem pénzért van, nem magánkiadás, úgy mondjam, hanem ezt így megjelentettük, hogy terjesszük a tiszteletét. Tehát erről van szó, ez a Szent Janka imafüzet. Így van.
Néhány mondatot említsünk meg itt még a maradandó időben a Szent Janka évről, hogy itt mik várhatók, milyen programok? Szeretnénk sok mindent végezni, ugyanakkor viszont tudjuk, hogy még nagyon kicsik vagyunk, és nem is álmodhatunk óriási, de azért szeretnénk. Egyelőre a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében van a gyermekét gyászoló anya szobra, ehhez kapcsolódnak, ez járja körbe a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyét, megkaptuk ezt a szobrot egész nyárra, és ezzel kapcsolatban szerveznek programokat a plébániák, püspök atya nagyon támogatja ezt a dolgot. Ezen kívül szeretnénk egy életvédő konferenciát, amit mindig tartottunk, életvédő konferenciát, a Covid miatt most elmaradt, ezt most szeretnénk bepótolni nyáron, illetve Gian Emanuellát is meghívni hozzánk, és szeretnénk Szent Janka tiszteletét előadásokkal is bővíteni, tehát tervezünk előadásokat a Szent Janka életéről, illetve a Szent Janka tiszteletről, Szent Janka lelkiségéről. Ezek így dióhéjban egyenlőre, amit terveztünk. Ezek, illetve lesz egy honlap, és van egy mozgó kiállítás, 6 darab rollapon jelenítjük meg Szent Janka lelkiségét, életét és mindazt, amit tudni kell, és ez bárki által elkérhető, és mi oda visszük. Hát akkor azt hiszem, hogy fogunk még itt a Szent Janka évben találkozni. Holosi Tiponát nagyon szépen köszönöm, hogy én köszönöm. Köszönöm szépen.